Már az első félidő kiegyenlített játéka rámutatott, hol az egyik, hol a másik csapat dominált, a középpálya gyors átjátszásával állandó volt mindkét kapu előtt a gólveszély, hogy egy legfőjebb két gólos lesz a különbség a megyei első osztály rangadóján. Persze, ha lehetett volna élőben fogadni a meccsre, minden bizonyosan sokan a döntetlen tették volna meg. Nos, hogy ez ne legyen így, a tamási csapatán múlott elsősorban, amely akaraterőben, keménységben, játékbeli fegyelmezettségben nőtt elsősorban, a szemmel láthatóan hetek óta morális válságban levő, fontos meccseket vesztő, játékereje alapján még mindig bajnok jelölt Bonyhádi VLC fölé. A két afro-magyarja, Haruna és Aton nélkül pályára lépő hazai együttes a második félidő harmadik percében egy hátsó felívelés utáni szituációból szerezte meg a vezetést. Györgye okos paszt adott Kaszásnak, aki szép labdaátvétel után közelről nem hibázott 1-0 Tamásinak. A Bonyháda mezőnyben szó se róla, a tőle megszokott kulturált futballt mutatta be, ám elől a befejezéseknél az utolsó passz többnyire pontatlan volt a piros mezeseknél. De az is igaz, hogy mind Pap Roland, mind Csigi Ádám megmozdulásaiban ezúttal nem volt benne a gól, és a Tamási önfeláldozó megoldásaival mentette a vészhelyzeteket. Továbbra is a megyei első osztály szintjén élvezhető, kemény belemenésekkel is tarkított játék folyt a pályán, amikor egy Tamásira jellemző villámkontrával a 71. percben két gólra növelte előnyét a kékmezes csapat. Szinte átfutottak elől és a középpályán ragadt bonyhádiakon, s a jónál is még jobb helyzetet teremtve Farsang Patrik fejelte be az újabb gólt 2-0. 7 perccel később csak-csak a Tamási kapujába került a labda. Pap Roland lapos szögletét egymásra várva csak nézték a védők, nem így a Bonyhád csatára Csigi Ádám, aki egy gyors bokamozdulattal a hálóba perdített 2-1. Az utolsó 10 percre sem állt be védekezni a Tamási az eredmény megőrzése okán. Mint utólag kiderült, jól tette. Az ekkor is kiegyenlített nagy csatából ők jöttek ki ugyanis győztesen. Ehhez a gólhoz már a hozzájuk képest kevésbé koncentrált, többször átjáróháznak bizonyuló bonyhádi védelem is kellett nagyon. Az ellenfél télfelé átvívelt labdából a csereként beállt Bognár Ferenc egészen a kapuig, az eléje futó kapusig nyargalhatott, és egy szép esernyő csellel tette fel arra bizonyos irepontot, és állította be a végeredményt a rangadón. Tamási 2009 FC, Bonyhád VLC 3-1. A tamási ultrák okkal ünnepelhettek, hiszen csapatuk a hazaérkező Max Gyula irányításával újra a régi szép időkre emlékeztetett. Ezzel a játékkal újra lehet nagy győzelmekről, hova tovább, akár a bajnoki címről is beszélni, álmodni. Úgyhogy a csapat sztárját, eddigi meghatározó játékosát, az afro-magyar Jamme Harunát az elmúlt 3 hétben eltanácsolta az új edző a csapattól, és úgy tűnik, a másik afrikai csatára Atóra sem számít a későbbiek során. Az eddig Kaposváron az utánpótlásban dolgozó tamási származású edző Max Gyula. A tamási felkérés, hát végül is tudott dolog, hogy én tamási gyerek vagyok, itt lett belőlem futballista. Biztos költöztél? Nem, édesanyám itt lakik. Ő is a döntésem egyik felét, ő adta, hogy 85 évesen itt él, és segítem sokba. Én láttam, hogy itt évek óta egy jó játékos anyag van, de valamiért eredmény nem volt. És úgy láttam, hogy van ebben a csapatban fantázia, és a másik, hogy tényleg jól esett a megkeresés pont egy olyan időszakban, amikor nem voltam jó paszban. Max Gyula a jelekből ítélve konfliktusba került az elmúlt hetekben a tamási futballjában meghatározó szerepet játszó afrikaiakkal. Mindenekelőtt a játékos edző, karizmatikus, gólerős csatárral, Jamme Harunával, akit eltanácsolt 3 héttel ezelőtt a csapattól. Ellenben Iván becenévre hallgató középhátvédre, Jondóra, a harmadik afrikaira úgy tűnik alapemberként számít a továbbiakban az edző. Harunával feloldhatatlannak tűnő konfliktusa van. 3-szor volt problémája itt. Én csak a harmadik voltam, az első 2-nél a csapatot csapta be, mikor elment próbajátékra. Nem éppen. Elment próbajátékra, akkor volt egyszer, összepakolt itt bajnokság közben, elment, visszajött. Egyszerűen ő nem illik ebbe, nem illik bele ebbe
az egységbe, ebbe a csapatba. Eddig ő volt mindig, hogy őt kellett kiszolgálni. Én is próbáltam arra építeni, hogyha ő úgy állt volna hozzá, hogy ő egy óriási érték. Ő nem megy egyes szintű játékos, ezt tudja mindenki, de ezzel a viselkedéssel meg minden, ő nem igazi csapatember. Márpedig a csapatépítés prioritás, ez a morális egység is segíti a Tamásit abban, hogy újra a légi legyen, papíron ugyan gyengébb játékos állománnyal, afrikaiak nélkül felvegyék a versenyt a Bátaszékkel, a Bonyháddal és a Gerjennel. Szükség van-e Harunáikra, vetettük közbe a csapatkapitánynak. Mi is úgy gondoljuk, hogy a Bonyhád az jobb helyre érdemes, mint ahol jelenleg van. A játékuk az elég stabil. Nem csak védekezésre rendezkedtünk be, azért próbáltuk őket az elején meglepni, meg rájuk menni, de szerintem működött, amit kitaláltunk. Remélem, hogy azt már a környéken látja mindenki, hogy érdemes ide Tamásiba jönni focizni. Nagyon jó pályánk van, ilyen ultrája szerintem senkinek nincsen a megyében, úgyhogy remélem, hogy tudunk ide meghatározó játékosokat hozni a komolyabb célok érdekében. Megsz Gyula nem tűzoltása érkezett haza Tamásiba. Lelki szemei előtt már a megyebajnokság megnyerése és az NB3-as szereplés feltételeinek előteremtése is megjelenik, noha ez 2021-re még nem lehet direkt cél a csapatnál. De szeretnék, hogy jövőre már az legyen. Ez egy bivaj bajnokság. Úgy tűnik, négy a csapatban. Így van. Én a múlt héten a bátaszéki meccs előtt is elmondtam a srácoknak, hogy két kőkemény mérkőzés vár, mert ez a Bonyhád is az egyik legjobb csapat, aki oda van, és ezt ma Bonyhád bizonyította is, de hát ez meg a mi sikerünk értékét növeli, hogy egy ilyen csapatot le tudtunk győzni. És ott van egy Gerjen, egy Bölcske is, aki szintén a mérleg nyelve lehet a végkifejletben. Ez teljesen jól látod, Gerjen, Bölcske, Bátaszék, Bonyhád, Tamási, itt bárki lehet bajnok. Az erőviszonyok ilyen párját ritkító kiegyenlítettsége miatt az utóbbi évtizedek egyik, hanem a legizgalmasabb megyei elsőosztályú bajnoksága zajlik Tolnában. Úgy a dobogós helyezések, mint a kiesés szempontjából. Az erősödő középcsapatok a mérleg nyelve szerepét tölthetik be, és bárkit bármikor megverhetnek. Megsz Gyula érkezésével a tamási futballban mindenképpen új időszámítás kezdődik.